Hangversennyel köszöntötte az új évet a Dohnányi Ernő Zeneiskola. Az elmúlt 19 évben több helyszínen is megrendezték a nívós koncertet. Azonban az egyre növekvő nézőszám miatt végső otthonát a Pesszent Imre is podcastjai jelenti már több éve. Bár Réka, a zeneiskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket, és köszönetet mondott az intézmény dolgozóinak, valamint tanulóinak az elmúlt években nyújtott munkájukért. Hiszem azt, hogy a közösségben való muzsikálás valami pluszt ad növendékeinknek. Élményt, katarzis élményt kapnak a zeneiskolában. Én azt szeretném önöknek ma estére kívánni, hogy ebből a katarzis élményből részesüljenek önök is. Az intézmény vezető köszöntőjét követően Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő mondott beszédet. A zene az, ami azt kell mondjam pártsemleges, összeköti az embereket, vidámságot hoz az életünkbe, néha vigasztal bennünket a zene, és hát igen, sokszor segít a zene átélni, túlélni, átvészelni a szürke hétköznapokat is. A koncerten a könnyű és a komoly zene remek művei találkoztak egymással. A Fúvó zenekarral együtt lépett színpadra Gájer Bálint énekes. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that full and trouble each and every highway. Oh no, much more than this, I did it my way. A szimfonikus zenekar műsorában többek között keringő és ismert opera részletek is szerepet kaptak. A sikeres koncertet követően nincs megállás. A zenekar tagjai már gyakorolnak a tavaszi, szintén nagy sikernek örvendő filmzene koncertre.